Üdvözlök mindenkit, Necroprim vagyok. Jön egy újabb indie játék bemutató. Aki már ugye követ egy ilyen megszokta, hogy egy-két indie játékot ki szoktam választani, amelyeket úgy gondolom, hogy igazán potenciál van benne, és ezt be fogom mutatni. És már egy jó páron túl vagyunk, és most jöjjön egy olyan, aminek kivételesen valamiért, valahogy a készítők több pénzt áldoztak a reklámra és a médiára, és ezáltal az emberek egy kicsit jobban felfigyeltek rá, és ez a Battalion 1944 lenne. Már jó ide szerettem volna erre a játékra review-t készíteni, aztán lemondtam róla, hogy megvárjuk a megjelenés, és akkor majd utána meglátjuk, hogy milyen lesz, mert ahogy ez lenni szokott, ez egy Kickstarter-ös projekt volt ez a játék, végre elért ebbe a fázisba, hogy ki tudták adni. Ez jó másfél-két év volt, amikor először elindult Kickstarteren, és felfigyeltem rá. És azért figyeltem fel rá, mert kifejezetten egy nagyobb YouTube-os kezdett el vele foglalkozni, és az Westy névre hallgat, aki hát Battlefield hírekkel foglalkozik, nem tudom, aki ismeri, ismeri, aki nem, nem. És ő elkezdett ezzel a játékkal foglalkozni, onnan átterjedt természetesen egy-két nagyobb YouTube-oshoz is. És most, hogy pénzé, nem pénzé, ezt nem tudom, hogy alakult, de úgy alakult, hogy hát beindult a projekt, az emberek elkezdték ezt a játékot támogatni Kickstarteren, mert hogy a készítők egy olyat ígértek, hogy ez vissza fogja hozni a régi Call of Duty érzést. Tehát a gameplay mechanika, a lövés, a fegyverek összekeverték, legalábbis tapasztalatom szerint, ahogy játszottam ezzel a játékkal, összekeverték a COD 4-es feelinget a COD 2-es hogy is mondjam, fegyverekkel, pályadizájnnyal és hangulattal és környezettel. Tehát csináltak egy másik világháborús játékot egy kicsit olyan COD 4-es feeling beütéssel. De a lényeg az, hogy azért is figyeltem fel rá annó egy-két másfél éve, mert akkor nagyon kivoltam borulva a Call of Duty-n, és mondván, hogy a csatornám egyik mainstream játéka volt valamikor, ezzel kezdtem el a videózási karrierem, és egy olyan játék, amit mind a mai napig szeretek. És nagyon benne voltam, még annak ellenére is, hogy kevesebb, egyre kevesebb videót csináltam róla, attól még megvettem a legújabb Call of Duty-t, még játszottam a legújabb Call of Duty-val. Természetesen nem voltam pozitív véleménnyel az új Call of Duty-król, viszont például most, hogy elérkeztünk ide, hogy 19... Call of Duty World War 2, és ez egy kifejezetten jó játék. Tehát Call of Duty World War 2 egy jó játék, és mit nem az az Isten, megjelent a Battalion 1944 is ez a mostani évben. Na most, ha két játékot bármilyen szinten is összerakom, természetesen hatalmas különbség lesz köztük, de mégsem lesz hatalmas különbség köztük. Hogy melyiket választanám mondjuk a kettő közül, ez most nagyban attól függ, hogy mennyi pénzem van. Hála a jó Istennek megengedhettem, hogy megvegyem mind a kettőt. Az egyik tököm 60 fontba kerül Steamen, ugye a másik, és ez a Battalion 1944 csak 11 fontba kerül, az kb. 15 euró. És srácok, tehát abból kiindulva megkapjátok a teljes Call of Duty feelinget ebből a szempontból. A probléma az ott van, hogy úgy játszol vele, de érzed, hogy valami ott, valami böki a csőröd, és mégsem Call of Duty, vagy Call of Duty, de mégsem Call of Duty, és nem érted, hogy mi a franc van, az pedig, hogy egy, nincs elkészülékek, kettő, Unreal Engine. Az Unreal Engine egy fantasztikus motor amúgy arra, hogy arcade shootereket csináljál, és tökéletesen megfelel arra a színvonalra, a szintre, a mennyiségű játékosra, amit be tudsz rakni egyszerre. Tehát most gondolok a PUBG-ra például, Unreal Engine 100 játékos, open world, nem az igazi. Battalion 1944, 6 plusz 6 játékos, és bum, tessék, tökéletes lesz, és minden klappol ebbe a játékba. Mondhatni, hogy igen, a készítők olyanok voltak, akik játszottak Call of Duty-val, és kiérződik abból, amit csináltak, hogy játszottak Call of Duty-val. De a napokban bemutatok egy másik videót, egy másik játékról, az is elég érdekes lesz ebből a szempontból. És kiérződik tényleg, hogy ezek a srácok értik azt, hogy miről szólt a régi Call of Duty. Ezt is komolyan gondolom, de a COD 2 feelingét
teljes mértékben át tudták hozni, kivéve az, hogy Unreal Engine-et csinálták meg mindezt, és ennek megfelelően olyan a mozgás, kultúra, stb. Tehát én nagyon arra számítottam, hogy ez tiszta kód lesz, az, de mégse az. Szóval, hogyha kód fan vagy, és szeretted a kód 2-t, akkor a Battalion 1944 a te játékod, tehát konkrétan egy Code 2 update-en grafikával. A fegyverek ott vannak, minden ott van. Na lássuk, lövés és hitbox és minden ilyesmi. Leszámítva, ami ezzel jár egy indie játéknál időről időre, itt-ott egy lag tapasztalható, nem probléma. A time to kill egyenesen kellemes, tehát pontosan annyi a time to kill, mint Modern Warfare-ben, illetve COD 2-ben volt, tehát egyes fegyverek így, más fegyverek úgy, de a time to kill pontosan ugyanannyi az idő. Ezt onnan vettem észre, hogy amikor lőttem, reflexből hagytam abban a lövést, amikor úgy gondoltam, hogy az illető már össze fog esni előttem, tehát nem volt konkrétan két perc se, hogy belejöjjek a lövés mechanizmusba, hogy ide nem volt idegen a lövés mechanizmus, és nem volt idegen a fegyvereknek a visszarúgása, a zoom mennyiség, és úgy valahogy arányaiban nagyon jól belőtték ezt a fegyvert. Grafikai minőség, most erre mit mondjak, tehát sokkal, de sokkal szebbnek látszott, legalábbis nekem úgy tűnt régen a trélerekbe, meg hogy mire képes ez a motor, vagy lehet, hogy aztán csak ráraktak ilyen jó kis effektet, hogy videó jobban nézzen ki, jobbnak látszott, remélem erre update-elnek egy kicsit, de gondolom rá fókuszáltok arra is, hogy minél több gépen és minél szélesebb játékoskört elérjenek, egy indie játéknak ez egy must, de nem csúnya. Na most, a fegyverhangokat, ami a fegyverhangokat illeti, úgy gondolom, hogy nem túlságosan erőltették meg magukat, bár annól mutogattak ilyen trélereket, hogy így fegyverhangok, így lőttek velük meg úgy. Nekem elég GPS-nek tűnnek, és van egy olyan érzésem, hogy mindegyik fegyvert egy adott fegyvernek, vagy egy adott ratatata hangnak az elmódosított változatai, tehát elektronikusan elmódosított változatai, de nem zavar a kicsit, mondjuk olyan, mint hogyha a COD Advanced Warfare-rel játszana, hogy a fegyver ugyanúgy szól, tehát vagy a Black Ops 2-vel, vagy nagyjából minden fegyvernek ugyanazon a hang szinten szól. Ezzel ellentétben ugye tudnék mondani egy példát, tehát COD 2-ben már különböztek a fegyverhangok, MV2-ben elképesztő különbség volt a fegyverhangok között, és ez ki is érződött, hogy valami más fegyverrel lősz, és fontosak egy shooterben a fegyverhangok, hogy ne egyszintű hangsémát üssenek meg, ne ugyanazon a hangszínen legyenek, mert egy játékos számára, egy shooter játékos számára a fegyverhangok meghatározóak abban, hogy milyen játék teljesítményt tud hozni. Tehát ha lecserélek egy fegyvert, azért cserélem le, nem csak azért cserélem le, mert a pályastruktúrára olyan megfelelő fegyvert szeretnék hozni, hanem azért, mert a hangja, a lövési sebessége és a többi úgy stimulál, hogy olyan játék teljesítményt tudja kelleni. És hogyha minden játék fegyver egy hang sémán fekszik, egy hangszínen fekszik, akkor a játék teljesítményed nem fog nagyon megváltozni. Na most ez a Battalion 1944 egy kicsit igaz, tehát legalább, de tényleg próbáltak valami másfajta hangszint adni a játéknak, de kiérzem valahogy, hogy minden fegyver szinte ugyanaz a hangszíne. Szóval, srácok, ennyi lett volna, nagyon többet nem lehet elmondani, tényleg egy egész jó Call of Duty copy. A gond itt az, hogy mennyire tudnak életben maradni, tehát a készítőkben lesz annyi, hogy megfelelő sok pénzt öljenek a médiában, a reklámban, hogy ezt a játékot életben tartsák, mert látszott rajtuk a Kickstarteren, hogy nagyon-nagyon büszkék voltak rá, meglátjuk, hogy mennyi frissítés jön rá egyáltalán, és hogy mit tudnak még javítani ezen a játékon, de eddig elérve a játék pontosan olyan jó és szimplisztikus, mint anno a COD 2 volt, a Modern Warfare volt, tehát látszik tényleg, hogy értik a dolgokat. A másik kérdés itt a jövőt tekintve, hogy bár sok odakint sok játék készítő van, akik mondjuk mostanra a Call of Duty-n nőttek fel, és a kérdésem az, hogy a 21. században van-e még hely
Call of Duty-knak. Tehát, hogy nem-e már egy dinoszaurusz ez a játék, tehát egy valami, ami kihalásra ítélt, és bár sokan próbálkoznak valami hasonló mechanikával, és mégis valahol úgy érzem, hogy elbuknak, mert a Call of Duty-szerű játékoknak bármennyire kiválóak, mert ez egy jó shooter, bármennyire kiválóak, úgy érzem, hogy nincs feltétlenül életben maradási képessége. Nem úgy például, mint az Insurgency-nek. Az Insurgency indie játék révén változtatott, és egy olyat adott a világnak, ami nem igazán volt eddig az Armán kívül, de az Armat már túl realisztikus, mondjuk például nekem, de az Insurgency még megüti azt a szintű vegyes játékot, a realisztika és a Call of Duty féleség között, Counter-Strike féleség között, tehát valami egy új irányzatot talált ki ezzel, és ezzel próbálkozik például a Squad nevű játék, arról is jártam, volt egy bemutatót, tehát egy ilyen köztes útvonalat adott az Insurgency, és például hamarosan megjelenik az Insurgency Sandstorm, amiről szintén szeretnék videót csinálni, és egy kiváló játéknak ígérkezik, és hát Insurgency-ről van szó, és ha azt mondom manapság, hogy Insurgency, akkor tudod, hogy miről van szó. Viszont ha azt mondom, hogy Battalion 1944, vagy Ironsight, akkor már nem fogod tudni, hogy miről van szó. És én, nekem van egy olyan érzésem, hogy mindez azért van, bár kiváló játékok. Egyrészt nem fektetnek eleget a médiába, másrészt nem biztos, legyen az World War 1, World War 2, Modern Warfare, Future Warfare, legyen akármilyen Warfare, egy Call of Duty-nak nem feltétlenül van már helye a piacon. Nem biztos, hogy már igazán még egy Call of Duty-szerű, ugyanolyan játékra vágyjunk, attól függetlenül, hogy ez egy kurva jó játék. Srácok, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot. Kérdésétekkel megtalálhattok Facebookon, Discord szerverünk, ennek a videónak a leírásában van, bárki nyugodtan csatlakozhat, használhatja, hozhatja a haverjait, csak kultúrált viselkedést kérünk szépen. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!